érkezik Bognárhoz a labda. Bognár most emel, még egyel tovább, Ádám gól! De gyönyörű találattal tudja megfordítani a mérkőzést a Paks. Megint Bognár. Ezúttal viszont nem a kapura, hanem Bödét találja meg, be középre gól! Szabó! 3-1 már a Paksnak. Böde! Gyönyörű átemelés, és itt is nagy lehet az öröm. Böde góljával a 26. percben 2-0. Egyes beadása, ott pattog még mindig a labda, és nem csak ott pattog, hanem ott is van a Paksiak vezető gólja. Egyszer utána combbal, és egy félfordulattal. Bognár viszonylag tisztán, de inkább egyből rúgja előre Ádám Martinhoz. Ádám ellövi ballal, hatalmas gól az 5. percben. Ádám Martin a 11. gólját szerzi a szezonban. Bognár tehát a labda mögött. 2-4-en állnak bent a sorfalban. Bognár be is lövi! 63. perc. Gyönyörűen tekeri el. Kosickinek esélye sincs. Bognár. Jó kanyarint középre, ott a csúsztatás, és a kapufáról bepattan Ádám Martin fejese. A 63. percben egyenlít a Paks. Balog. Balog, csetlik, botlik, de át tudja tenni, kinyik! 3-1! A szöglet zászlónál kioszt egy kötényt a védő, teszi tovább Szabóhoz, Szabó még tologatja, uzogatja, és aztán belövi az 5. 5-1, és ezt már a zalaegerszegi nézők is megtapsolják. Sajbán, ott egy remek megindulás, Bognár István helyzetben, Bognár 2-1-re vezet a Paks. És ugye honnan indult ez a szituáció?